Hölgyeim és uraim, akkor térjünk vissza a programkódokhoz. Scheffer Krisztiánnak fogjátok látni az előadását, akiről a analízis tanárom jut eszembe, miután teleírt két oldalt a tétel bizonyításával, akkor azt mondta, hogy hát innen már triviális, és innen már mindenki látja, mert már csak három oldal van hátra. Krisztián nagyjából ugyanígy látja a programsorokat, ő Code Auditor, ez az egyik legnehezebb része az IT Security-nek, és az egyik legfontosabb része. Ő ezt csinálja, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha feltesz egy szlájdot, és azt mondja, hogy itt a 24. sor 18. karaktere rögtön látszik, hogy hibás. Ő ezt tényleg így látja. Fogadjátok sok szeretettel Scheffer Krisztiánt! Szervusztok! Hát ilyen jó felvezetésben még nem volt részem soha, köszönöm. Tényleg Code Auditor is vagyok. Reméljük, hogy tudok azért újat is mondani a közönségnek a Code Auditról. Hogy mi is ez a Security Code Review, ez a szoftverfejlesztésnek egy mostoha gyereke. Nem szeretjük, igazából senki sem szereti, és nem is nagyon csináljuk. Miért is? Hát valami olyasmit erről leszünk be, hogy a Code Review az olyan, hogy bejön egy ember, leül a sarokba, és ott böngészi a kódunkat, és közben nevetgél, meg a fejét fogja, teszem, ezt senki sem szereti. Meg olyan is van, ez magyarországi példa, hogy egy cégben az a Code Review, nem haszontalan, csak kicsit furi, hogy mikor elkészül az alkalmazás, akkor összecsomagoljuk egy nagy zipbe, fölküldjük Amerikába, mert ugye ott van egy olyan szoftver, amire nekünk már nem jutott licensz, ott lefuttatják rá ezt a szoftvert, és akkor visszajön egy több száz oldalas dokumentum, és akkor azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Na most lehet más is a Code Review, ugye azt már láttuk, hogy ez egy minőségbiztosítási tevékenység, és van, ahol tényleg használják, például azt gondolom, hogy az triviális, tényleg, talán sokat használom ezt a szót, hogy egy Linux kernelben, vagy egy Firefoxban, abban nincsenek olyan kódsorok, amit nem olvasott el legalább egy ember, de inkább kettő vagy három, miután megírta azt valaki, és mielőtt még az élesbe ment volna. Ugye ennek ellenére vannak biztonsági problémák, de hát megteszik, amit lehet. Az üzleti alkalmazások körében viszont tényleg gyakorlatilag nem csinálunk ilyet. Ennek az egyik oka szerintem az, hogy általában is a minőség az valamennyire háttérbe szorul az üzleti alkalmazások esetében. Ha például megnézzük, hogy hogyan rendelődik meg egy ilyen alkalmazás, valaki szeretne egy új üzleti alkalmazást, akkor kiír egy tendert, ami telepakolja a feature-ökkel, és szeretné minél olcsóbban, minél jobb minőségben ugye megkapni, lehetőleg holnapra. Mi pedig a fejlesztő cégek erre nagyon rápörülünk, mert tudjuk, hogy ebben nagy pénz van, hogyha ezt sikerül megszereznünk, akkor majd a szapporból megélünk. Tehát most nem kell, hogy ezen a fejlesztésen sok pénzt keresünk, de majd a szapportból lesz pénz. És akkor egymás alá licitálunk, valaki megnyeri, óriási rizikót vállalt el, ami tényleg realizálódik a fejlesztés során, és bajba kerülünk a fejlesztés során. Nyilván húzni kell mindenből, mert a nyakunkon a ködbér, és a vége az, hogy valamit csináltunk, ami átment a teszteken, meg megfelel mindennek, amit előírt a szerződés, de mivel a szerződés nem írta elő, hogy jó legyen a kód minősége, ezért az nem jó. Na most vannak jó eszközök arra, hogy mégis próbáljuk jól tartani ezt a minőséget. Ezek általában úgy működnek, hogy nem engedik addig commitolni a kódot, amíg azt valaki el nem olvas. Tehát nem egész fájlokat olvas el a reviewer, hanem egyes változtatásokat. Itt egy példa, ez a Chromiumból van, ők egy ReadWell nevű eszközt használnak, amit a Google fejlesztett, és úgy működik a dolog, hogy amikor valaki megír egy kódrészletet, akkor azt fölnyomja ebbe a szoftverbe, és meghív reviewereket. Ugye azok, akik ezt reviewolják, azok szintén programozók, aminek az az előnye, tehát hogy nem szeparáljuk külön, mint a tesztelőket, hanem ugyanazok, akik írják a kódot, ugyanazok olvassák. Ennek az az előnye, hogy a tudás az fejlődik, tehát hogy minden fejlesztő jobban képbe lesz, hogy mi a kód, meg az is igaz, hogy hasonló képességekre, meg tudásra van szükség, hogy ezt el tudjuk végezni. Van egy leírás, ez itt most az issue trackerből jön értelemszerűen, ugye nem állunk neki olyan dolognak, amire nem volt issue. Itt látszik a kódja, van egy leírás, ez itt egy új feature-ről szól, aminek van biztonsági vonatkozása is, azért éppen ezt hoztam. Látszik, hogy milyen fájlok módosultak, létrejött egy új
teszteset is, ugye nyilván vannak automatizált tesztjeink, és akkor akik ezt olvassák ezt a kódot, azok vitáznak arról, hogy ez jó vagy nem jó. Itt konkrétan kétségbevonásra került az is, hogy ez kell-e nekünk vagy nem. Tehát annak ellenére, hogy már volt az issue követő rendszerben erről egy issue, amit elfogadtunk, hogy ezt meg kell csinálni, annak ellenére itt még egy ilyen biztonsági kontroll bekerült, hogy valakinek eszébított, hogy de mi van akkor, hogyha ebből biztonsági probléma lesz, akkor ezen elvitázgatnak, megegyeznek, és ott az LGTM azt jelzi, hogy looks good to me, tehát nekem tetszik, amikor minden meghívott ezt megmondja, akkor a robot, aki ezt szintén olvassa ezt a hírfolyamot, ugye, az megpróbálja bekommitolni a változást, de nem sikerül neki, mert kiderül, hogy a meghívottak között nem volt olyan, akinek joga lenne, vagy aki felügyelője lenne ennek a core részletnek, akkor még valakit meg kell hívni, és amikor ő is azt mondja, hogy rendben van, akkor sikerül csak a commit. Ez egy másik eseményről szólít, azt mutatja be a dia, hogy mit látunk, amikor olvassuk a kódot, itt csak a zöld a változás. Tehát látszik, hogy ott egy nagy fájl, a kontextust is látjuk, de csak a változás érdekes. És ehhez az egy sornyi változáshoz is egy külön kis vita indítható, itt konkrétan arról kezdenek vitázni, hogy a visszatérés érték jó-e, ugye egy pointert ad vissza a függvény, és ez fáj annak, aki olvassa, szeretné, hogy ne így lenne, hanem egy rendes típust adjunk inkább vissza. Tehát ez volt az, amikor még a biztonság csak így közvetve került bele, nem az volt a cél a review-val, hanem a minőség javítása. Hogyha a biztonsággal is elkezdünk foglalkozni a Security Code Review-ban, akkor ennek három iránya van, amiből az első, nyilván ez a legizgalmasabb, ez a sérülékenységkutatás. Ugye a sérülékenységkutatás az olyan, hogy leülünk és elkezdjük bújni a forráskódot, és sérülékenységeket keresünk értelemszerűen, és néha találunk is. Ez egy nagyon híres eset, most a nyáron történt, kiderült, hogy a MySQL bizonyos platformokon gyakorlatilag nem tudja meg, tehát az autentikáció gyakorlatilag nem működik. Ha elég sokat próbálkozunk egy rossz jelszóval, akkor végül be fog engedni, és nem is kell olyan sokat próbálkozni, mint itt látszik, minden 256-ra ez szokott sikerülni. Ebből ugye elég nagy hisztéria volt, és ez most évekre pénzt fog adni a pentesztereknek. A kódrészlet, ami ezt okozza, az most van kivetítve a fő, igen, gyorsan, hogy végig szaladunk rajta, van egy MyBool típus ebben a forrásban, amit valószínűleg 15 évvel ezelőtt vezettek be a MySQL-be, mert ugye a C-nyelv abban nincsenek integerek, ők úgy gondolták, hogy karakterként kell ezt definiálni, a C-szabvány később már úgy gondolta, hogy ezt nem jó karakterként definiálni, de ezt nem olyan könnyű megváltoztatni, egyszer ezt már megcsináltad, ezért azóta is ezt hozzák magukkal. Ez a függvény ez azt ellenőrzi, hogy jó-e a jelszó, amit megadott a felhasználó. Nagyon okosan van kitalálva, mert azt ellenőrzi, hogy jó a jelszó, de akkor ad vissza hamisat, hogyha jó. Tehát pont fordítva működik, mint ahogyan gondolnánk. De most ez viszont, ez az apróság, ez lehetőséget ad arra, hogy a végén a memcmp kimenetét, ami itt van a közepén, az nem olyan izgalmas. Kaptunk két jelszót, valamit ott csinálunk el, és a végén ellenőrizzük a dolgot. Ugye a memcmp-nek adjuk oda, ami egy beépített függvénye a C-nek, és a szabvány azt mondja róla, hogy pontosan akkor ad vissza nullát, hogyha a két tömb, amit kapott, tehát két byte tömböt kap, azokat összehasonlítja, és hogyha ezek megegyeznek, akkor nullát ad vissza. Hogyha nem egyezik meg a tartalmuk, akkor pedig nullától különböző, és még annyit is mond a szabvány, hogy az előjele a visszaadott számnak, ami egy egész szám lesz, az attól függ, hogy a két tömb közül melyik nagyobb tulajdonképpen. Tehát, hogy megyünk végig, byte-ról byte-ra összehasonlítunk, az első különbségnél az szerint, hogy melyik nagyobb, az szerint fog változni az előjele a visszaadott számnak. Ez nagyon jó. Csak az a baj, hogy ez itt egy integer, ez meg itt egy karakter, és az a karakter az csak -128-128-127-ig tud tartalmazni számokat, az integer az meg nagyobb. És hogyha ez véletlenül ez a memcmp nagyobbat ad vissza, az nem fog beleférni, ami azt fogja eredményezni, csak az végét fogjuk felhasználni, és az akkor is lehet nulla, amikor az egész szám, különben a nagy szám nem nulla volt. Ilyenkor ugye azt jelenti, hogy visszaadtunk úgy nullát, hogy nem volt egyforma két tömb, nagyon nagy bajba vagyunk, mert beengedtük a user-t. Ki látta ezt, amikor kivetítettem ezt a problémát? Tehát ez nehéz. A programozó beleírta, és aztán ott maradt. És ott volt éveken át.
A MemCMP egyébként nagyon érdekes, még mindjárt beszélünk róla. Hoppá, így, ez így nem megy. Írtam egy kis tesztprogramot, amit semmi más nem csináltam az előzőben, csak kitöröltem dolgokat, meg egy mainfüggényt írtam, hogy leforduljon, és megpróbáltam a fordítóból kicsikarni warningokat, nem sikerült. A fordító szerint ez rendben van, hogy ilyet csinálunk, sőt van egy Clang nevű, C-Lang nevű statikus analizátor, ami arra való, hogy ugye ilyen jellegű hibákat keresünk, ő se zavart ez, szerint ez így korrekt, de van egy másik, szerencsére, amit Splintnek, Secure Programming Lintnek hívnak, ő már nyavajgott, tehát szerint ez nem jó így. Ez a két típus, ez nem kompatibilis, tehát hogy a MyBool meg az Int az nem kompatibilis, és ha visszaadjuk akkor így, ezen a módon, akkor abból baj lesz. Ez tök jó, tehát hogyha például a MySQL fejlesztője lefutatta volna ugye a Splintet, amikor fejleszt, akkor nyavajog neki, és akkor mit csinál? Nem kikapcsolja a warningot, odaírja, nem kapcsoljuk a warningot. Azért nem kapcsoljuk ki a warningot, mert arra van egy fejlesztő utasítás, hogy nem kapcsoljuk ki a warningot. Azt csinálja, hogy odaírja, hogy zárójelbe karakter, a visszatérési, vagy a visszaadandó érték elé, rákényszeríti, és akkor elhallgat. Benne marad a hiba, de elhallgat. Igen, tehát a való életben lehet, hogy kikapcsoljuk, de feltételezem, hogy ők nem, ők annál komolyabban. Ugye a fő probléma az, hogy a MyBool az karakter, ami valamiért úgy dolgozik egyszer, hogy ettől kevesebb memóriát foglalunk, ami valószínűleg nem is igaz, de lehet, hogy régen még úgy volt. Nem karakterként, hanem integerként kéne definiálni, de ha ezen nem tudunk változtatni, hogyha ez egy adottság, és nyilván amikor a kód megíródott, akkor ez egy adottság volt, akkor az igazi probléma az, hogy ő arra gondol, hogy a MemCMP nem nullát adott vissza, a szabvány ezt írja. Akkor egyezik meg, amikor nullát ad, én azt szeretném, hogy ne egyezzen meg ahhoz, hogy igazat adjak vissza, mert ugye van ez a megállás benne, akkor ez a feltétel, amire én gondolok. De nem ezt írom, hanem ezt írom. Ugye miért írom ezt? Mert ez a C stílus, mert az if-ben ez a kettő az egyforma. Ha egy if-be írom be ezt a kettőt, akkor teljesen mindegy, hogy melyiket írtam, pont ugyanaz történik. De ha egy return-be írom, akkor ez már nem igaz. És ezt elfelejtette az, aki írta a kódot, vagy talán nem is tudta. Még az utóélete ennek a kis történetnek, ez egy tesztelő program, amit Josh Drake írt, azt próbálja meg eldönteni, hogy a mi platformunk a sérülékenye. Tehát, hogyha ezt lefordítjuk, ugyanazokkal a kapcsolókkal, mint amivel a MySQL-t fordítjuk, akkor, és lefutatjuk, akkor ő meg fogja mondani, hogy akkor most a mi platformunk az sérülékenye vagy nem. Tehát azt csinálja, hogy generál itt véletlen számokat, és megnézi, hogy összehasonlítja őket MemCMP-vel, és megnézi, hogy a MemCMP visszatérési értéke az kívül esik-e azon a tartományon, ami a túlcsordulást, vagy ami a túlcsordulásra biztos. Tehát, hogyha megnézi, hogy keletkezik-e túlcsordulás. Hogyha keletkezik, akkor azt mondja, hogy sérülékenyek vagyunk, ha nem talál ilyet, miután sokat próbálkozott, akkor meg azt mondja, hogy valószínűleg minden rendben van. Ez tök jó, csak az a baj, hogy van benne egy hiba, nem jól működik, mégpedig hogyha megnézzük, ő ezt vizsgálja, ugye ez volt ott az előbb, pedig igazából erre kíváncsi. Tehát arra kíváncsi, hogy van-e olyan visszatérési érték a MemCMP-nek, ami ugyan nem nulla, de ha belekényszerítjük egy karakterbe, akkor nulla lesz. Az előbb ugye megbeszéltük, hogy ebből van a baj. Miért nem ezt írja? Azért, hogy ki tudja miért, valószínűleg azért, mert az eredeti hiba bejelentésben, amit Szergej Golubcsik tett, aki MariaDB-nek a security koordinátora, és ugye MariaDB az meg egy ilyen tuningolt, egy ilyen felturbózott MySQL, ők vették észre a kódot valószínűleg egy biztonsági code review-n. Azt mondta, hogy előfeltétele annak, hogy sérülékenyek legyünk, ez. Most mi az, hogy előfeltétel, aki tanult analízist, annak biztos mindig probléma volt, hogy ez azt jelenti, hogy alulról fölfelé mutat egy nyílt, tehát hogy az alsóból következik a felső. De azt nem jelenti, hogy a felsőből következik az alsó, már pedig a programban ez volt. Tehát megnéztük a felsőt, és azt állítottuk, hogy az alsó igaz. Ez tévedés. Ha megnéztük volna az alsót, akkor állíthatnánk, hogy a felső igaz, de fordítva sajnos nem. És hogy miért nem, itt adok is mindjárt egy kis segítséget, de ez most gondolkodásra hívom a hallgatóságot, hogyha valakinek eszébe jut, akkor ne kiabálja ezúttal be, nem jelentkezzen, és van egy segítőm, aki figyelni fog, és lehet nyerni egy YubiKey-t, amit nem hoztam egyébként el, de majd ne, ígérem, hogy meg lesz. A kérdés az, hogy hogyan kell megváltoztatni ezt,
ahhoz, hogy igazdá váljon az ekvivalencia, ez egy két dolog egyforma legyen. Itt ugye mindjárt hozok is egy példát, hogyha mínusz 129-et ad vissza a MemCMP, az, amikor a karaktert rákényszerítjük, akkor az plusz 127 lesz, ami nem nulla. Tehát nyilvánvaló, hogy tudtam egy olyan példát mondani, ami ezen ugyan kívül esik, de ez nem igaz rá. És akkor, amíg gondolkodunk, elmondom azt is, hogy ez miért probléma. Azért, mert a legtöbb platform az olyan, hogy ez nem igaz rá, de ez igen. Például a GCC-ben ugye beépítve inline függvényként van a MemCMP megoldva, és ott ugye úgy működik, hogy a logikus ezt implementálni, hogy megyünk végig, és byte-ról-byte-ra vonjuk ki egymásból a kettőt, úgy, hogy integerként értelmezzük őket, vagy hát valami nagyobb dologként. Hogyha például az egyikben nulla van, a másikban 255, akkor mínusz 255-öt kaptam, ami nyilvánvalóan kiesik ebből. Pedig kiesik ebből, de vajon okoz-e problémát? Nem okoz problémát. Hogyha fordítva, tehát hogy alul van a 255, vagy fordítva vontam ki, akkor meg plusz 255-öt is tudok kapni. Tehát simán ki tudok ugrani ebből, el tudok menni a mínusz 255, plusz 255 között, ebben már biztosak vagyunk. De nem teljesül ez. Az első, ahol teljesül, akkor nem tudom, lehet, hogy nincs megfejtés, az a 205, mínusz 256, illetve a plusz 256. Mert ugye a nullától el kell távolodnom elég messzire, 256-ra el kell mennem, hogy újra visszaérjek ugyanoda. Itt ezt akartam is mondani, hogy hát ez olyan, mint a Wizard of War, hogy ugye bal oldalt kimegyünk, akkor jobb oldalt bejövünk, de még attól nem nulla. Jó, akkor legközelebb még biztos lehet nyerni majd YubiKeyt. Miért nem találták ezt meg ilyen sokáig? Annak ellenére, hogy egy statikus analizátor is szól. Én azt gondolom, hogy azért, mert nem ilyeneket kerestek, azt olyat kerestek, ami kihasználható. Ugye mikor használható ez ki? Akkor használható ki, amikor először megjelenik egy olyan MemCMP, amelyik úgy optimalizál, ahogyan a C szabvány írója is gondolta, hogy majd a MemCMP-t optimalizálják, hogy egyszerre több bájtot von ki egymásból, és akkor az előjelre igaz marad, amit mondtunk, de már a visszaadott értékek azok nagyobbak lesznek. Na most, amíg ilyen nincsen, addig ez nem egy sérülékenység, mert nem lehet kihasználni, ez csak egy probléma. És sokáig ez csak egy probléma volt, aztán megjelentek ezek az optimalizált MemCMP-k, és akkor már sérülékenységé vált, de még akkor se terjedt el annyira, hogy valakinek eszébe jusson, hogy ja, tényleg ez előfordulhat, hogy ilyen van. Tehát azt mondom, hogy bár bizonyára több százan elolvasták ezt a kódot, mert ebben a fájlban 2004-ben is volt már hasonló sérülékenység, csak azt nehezebb volt kihasználni. Nyilván ezrek olvassák ezt a fájlt, nagy lelkesen, hogy ők keresnek benne valamit, és mégse találták meg azért, mert nem azt keresték. Tehát nehéz bizonyítani, hogy ez működik, miközben legalábbis a kódot olvasva, ugye, meg hát a megfelelő platformon kell fordítani. Jó. Ezt gondolom a fő oknak. És hát igen, amiről beszéltem, hogy az, hogy mi nem tudjuk kihasználni a sérülékenységet, az nem jelenti soha azt, hogy nem lehet. Nem lehetséges. Ez volt akkor a kutatás. Igen, a másik nagy téma, ami hát kevésbé izgalmas, viszont ezzel már pénzt is lehet keresni, az az audit, code audit. Ugye a code audit az, ami megkülönbözteti a white box tesztet a black box teszttől, legalábbis legtöbben így szoktuk ezt értelmezni. A code audit leginkább abban különbözik a black box tesztől, hogy a bizalommal hogyan van ő a bizalommal. Egy black box teszt az képes bizalmat építeni. Én oda megyek egy ügyfélhez, és azt mondom, hogy gyerekek, adjatok egy IP címet, és rommát örök mindent, és ezt meg tudom csinálni, akkor bizalmat építettem. De oda megyek egy ügyfélhez, és mondom, hogy gyerekek, adjatok ma ide a kódot, megnézem, aztán lehet, hogy találok valamit, az nem olyan jó. Ez nyilván ez a black boxnak egy nagyon nagy előnye, és ezzel vissza is élünk. Ugye ez az oka annak szerintem, hogy a black box az még az alkalmazások vizsgálatánál is, ami ugye egyedi fejlesztés, ott is tartja magát. A fókusz az viszont olyasmi, amiben jobb már a code audit. Jobban tudjuk kiválasztani, hogy mivel akarunk foglalkozni, hogy mondjuk a biztonsági funkcionalitásokat akarjuk megnézni, vagy egy trust boundary-t akarunk ellenőrizni, vagy hasonlót. Sokkal erősebb feedbacket tud adni a code audit, hogyha én elolvasom a kódot és úgy találok meg egy sérülékenységet, akkor jobban látom a hátterét, ezt át tudom adni a fejlesztőknek, és jobb tanácsokat tudok nekik adni arról, hogy hogyan kéne megjavítani. Amiben megint a black box jobb, az, hogy egy támadót hogyan szimulálunk, legalábbis ez is egy nagy ér szokott lenni, ugye azért nem adjuk oda a forrást, mert az nincsen meg a
támadónak se, akkor neked miért kéne? Szimulálni szeretnénk azt, hogy valaki megtámad bennünket. Milyen támadót tud szimulálni a Black Box? Olyat, aki felkészült, tehát feltételezzük, hogy a szimulálónk egy ugye felkészült támadó, de csak mérsékeltem, vagy legfeljebb közepesen motivált, ugye nincs túl sok idő, mert én csak annyit foglalkoztatok vele, amennyit kifizettek. Miközben, hogyha egy csóró egyetem is tudja, 13. emeleten dolgozik azon, hogy bejusson ide, akkor ő neki gyakorlatilag végtelen ideje van, és ez egy nagyon nagy probléma. Különböző típusú sérülékenységeket lehet természetesen felfedezni, fogok itt példákat mutatni, amelyeket kódaudittal könnyebb felfedezni, nyilván az ellenkező példa is van. Az, hogy mennyire tudjuk lefedni az alkalmazást, abban is inkább a black box erősebb, mert ugye a black box az egy ilyen viselkedés alapú dolog, azt tudjuk megnézni, hogy hogyan viselkedik az alkalmazás, és a külső felületén keresztül viszonylag könnyen elég nagy területeit meg tudjuk mozgatni, már hogyha ezt ugye lefedettségnek tekintjük, hogy lefutott a kód. Míg a kódot az egy ilyen lassúbb valami, ott jobban kell koncentrálni az erőinket. Nagy kérdés mindig az, hogy mi van, amikor a black box egyszer megtalálja a forrást, és hát leginkább olyankor az lehet mondani, hogy nagy bajban vagyunk, mindenki nagy bajban van, aki írta, vagy aki üzemelteti ezt a rendszert, az is nagy bajban van, mert ez tök ciki, és a pentester is nagyon nagy bajban van, mert neki azt senki nem fizeti ki, hogy ezt elolvassa. Mindezek alapján természetesen azt mondom, hogy whitebox vizsgálatot kell végezni, ami azt jelenti, hogy használunk blackbox típusú eszközöket is, és elolvassuk a kódot is. Jó, ugye... Mivel nincs elég időnk, hogy minden kódot átolvassunk egy ilyen auditon, ezért fókuszálnunk kell. Azt, hogy mire fókuszálunk, az szerintem elsősorban annak a kérdés, hogy az ügyfél mit szeretne, hogyha ő nem tudja, akkor nyilván mi segítünk neki. De gyakran gondol, vagy logikus lenne azt gondolni, hogy a legkritikusabbakat akarjuk megkeresni, hogy azt a legérdemesebb megkeresni, de valójában szerintem gyakrabban érdemes a legkönnyebben megtalálhatóakat. Persze ez tök cikk, a legkönnyebben megtalálható sérülékenységeket keresni, de mégis ennek nagyobb haszna van, ugyanannyi pénzből az ügyfél jobban jár, hogyha ezt keressünk. Tehát egy fontos példa talán, hogy nem feltétlenül tudjuk mi azt megítélni, hogy mi ad hozzá a biztonsághoz, vagy a biztonság érzethez az ügyfélnél. Ez mondjuk egy blackboxos példa, de szerintem itt is jó. Egy alkalommal egy biztosító társaságnak a weboldalát ellenőriztük, és itt volt egy webshop is, amin biztosításokat lehetett venni, ilyen kicsi biztosításokat, és az történt, hogy beszéltünk az ügyvezetőjével ennek a cégnek, és megkérdeztük, hogy ő mitől fél, tehát hogy egyáltalán milyen az üzleti környezet, milyen támadók várhatóak, stb. És ő azt mondta, hogy ő attól, ja igen, és volt egy webshopjuk, ugye, amiben dolgokat árultak, nyilván mi azzal a koncepcióval jöttünk, hogy akkor ingyen vásárolni egy webshopban az a legnagyobb durvaság, tehát azért annál keményebb nincsen. És ő azt mondta, hogy ez őt nem érdekli. Tehát őt egyszerűen nem érdekli, hogy valaki ingyen tud vásárolni nála biztosításokat, mert egyrészt a hónap végén kiderül, másrészt meg különben is. Ami őt érdekli, az, hogy az ügyfelek személyes adatai azok ne kerüljenek nyilvánosságra, és hát nyilván akkor ezek után kapott egy riportot, amiben ott volt az összes ügyfél összes személyes adata potenciálisan, és azt nem tudjuk, hogy lehet-e ingyen vásárolni. Van egy ilyen dolog, hogy threat model, fenyegetettség elemzéséről, azt hiszem lesz egy egész előadás, hogyha komolyan ő az alkalmazás, akkor ezt csinálta ki, és a dokumentációból lekéretjük, ez segít nekünk abban, hogy tudjuk, hogy mivel érdemes foglalkozni. Tehát ez, amit az előbb mondtam, amire ugye egy fél órát szántunk az ügyvezetővel, ez is egy dolog, tehát ha kevés időd van, akkor ez egy jó módszer, hogy egy fél órát szánsz valakivel, aki érti az üzletet, és megpróbálsz rájönni, hogy mi a fontos. Ha meg több időd van, akkor ezt meg lehet csinálni rendesen. Reméljük, hogy azt az előadást megnézitek, és akkor többet tudtok majd. Hogy hogyan hajtod végre a kódauditot? Ez a klasszikus fagamféle dolog, ez nagyon jó akkor, hogyha holdjárót fejlesztünk például, vagy atomerőművet. Nekünk ez ugye nem annyira aktuális, úgyhogy ami életközelébb az, hogy van valamennyi időnk, és akkor el kell olvasnunk egy kódot, és szeretnénk minél több problémát megtalálni benne. Igen, ilyenkor érdemes minél több fejlesztői támogatást kapni. Mi a fejlesztői támogatás? Az, hogy lehet kérdezni tőlük, az, hogy,
hogy van egy fejlesztői környezetünk, és ha még debugolni is tudunk, az már tényleg nagyon jó, mert az nagyon segít a megértésben. Tehát oké, hogy elolvasom a kódot, de néha nem értek annyit, hogy is gondolta ezt, meg az a dependencia injekció, az itt hogy van náluk. Ugye ma már nagyon bonyolultak ezek a dolgok, nem úgy van, hogy elolvasod az elejétől a végéig, hanem kicsit nehezebb az élet. Hogyha még ennél is kevesebb időnk van, akkor viszont a leghatékonyabb szerintem az, hogyha leülünk a fejlesztővel szemtől szembe egy számítógéphez, vagy hát nyilván többen vannak, akkor körbeüljük, és megbeszéljük a kódot. Átolvassuk együtt, ők segítenek, elmagyarázzák, hogy szerintük ez hogy van, mi meg béna kérdéseket teszünk fel, és aztán azt mondjuk, hogy ezt itt nem úgy kellene, azt úgy jobb lenne másként, az meg ott konkrétan egy SQL injekció. Ez azért jó, mert ez felér egy oktatással, egy biztonsági oktatással, hogyha egy fejlesztő egy ilyenben részt vesz, akkor ő a saját kódján tanulhatja meg, hogy ő mik azok a problémák, amiket ő szokott csinálni, amik az ő környezetükben előkerülnek. Ez százszor jobb annál, mint hogyha ugye egy tanteremben tudjuk elmondani nekik, és hát tulajdonképpen nem is drágább. Teljesen automatizáltan is lehet ugye kódot csinálni, szoktak is, van is haszna, mérsékelt. Hogyan olvassuk a kódot, erről csak tényleg röviden, amikor, mert ugye meg kell értenünk a kódot, és a kódot megérteni az elég bonyolult, az előbb láttuk, pedig ugye még töröltem is belőle, hát hogy pont attól. Fölülről lefelé is lehet olvasni, ami a tapasztalt auditorok azt mondják, hogy ez a legjobb, de azért ők is használják a másik kettőt, ami arról szól, hogy ugye valahol elkezdtük olvasni, és nagyon hamar eljutunk egy helyre, ahol nem tudjuk, hogy mi ez. Ha találkozunk mondjuk egy függvényhívással, aminek van egy neve, de hogy ez micsoda, azt nem tudjuk. Most el kell döntenünk, hogy akkor elmegyünk-e innen, ahol most járunk, és megpróbáljuk megérteni azt, hogy mi az a függvény, mit csinál, vagy nem. Hogyha elmegyünk, akkor azt hívjuk control flow szenzitívnek, ha meg nem, akkor control flow nem szenzitívnek. A másik az meg a data flow, amikor az adott résznek, amit olvasunk, van egy paramétere, ami ugye valami bejövő input, hogy logikusan mi arra pörgünk, mert biztonsággal foglalkozunk, hogy valami a usertől jön, közvetlenül vagy közvetlenül, és ezt próbáljuk követni. Tehát csak azokba az ágakba megyünk be, ahol az előforduló többiben nem foglalkozunk. Ezeket kombinálni kell természetesen menet közben, hogy hatékonyak tudjunk lenni. Honnan tudunk elindulni? Amit már mondtam, az input a legfontosabb a biztonsági code review-ban. A grep az egy hasznos eszköz még ma is, ugye ennek a továbbfejlesztett változatait hívják statikus analizátoroknak, de az is lehet, hogy van valami konkrét elképzelésünk, például, hogy a biztonsági funkcionalitást kell megvizsgálnunk, vagy stb. Az is lehet, hogy egész modulokat nézünk, és akkor minden fájlt egyszerűen elolvasunk. Ami az előbb nyilvánvaló volt, hogy mit keresünk, ugye sérülékenységet keresünk a sérülékenységkutatásban, a kódauditnál egyáltalán nem sérülékenységet keresünk, illetve én azt gondolom, hogy nem, mert nehéz bizonyítani, hogy azok kihasználhatóak. És egy csomó olyan probléma van, ami egyértelműen probléma, meg kell javítani, potenciálisan kihasználható, még ha most nem is használható ki, lehet, hogy a jövő héten az lesz. Nem azért csinálok egy code review-t, hogy a jövő héten aztán ott, amit én elolvastam, keretkezzen egy sérülékenység. Ugyanakkor meg, hogyha minden kis problémát pirosra aláhúzunk, akkor úgy járunk, mint ugye a statikus analizátor, hogy annyira sokat riportálunk, hogy azt már nem tudják kezelni. Tehát valahol az arany középút a kettő között van, közelebb az alsóhoz. És akkor itt is az első példám. Igen, itt sikerült a próbálódáson, azt mondanom, hogy nyilvánvalóan itt XML injekció van. Miért van itt XML injekció? Mert egyfelől azért, mert úgy rakja össze az XML-t, hogy plusszal köti össze, és itt ugye ez a dolog, ami a usertől jön, amit nem teljesen egyértelmű, de mi tudjuk, ez a usernek egy cookie-ja tulajdonképpen. Az ő session cookie-jából lesz ez a token, amit ez egy autorizációs modul, tehát egy webalkalmazás megszólítja ezt, odaadja neki a user session cookie-ját, az becsomagolja, mellé rakja az XML-be azt, hogy mi az, amit a user csinálni akar, és elküldi egy háttérrendszernek, aki döntést hoz arról, hogy szabad-e csinálni ennek a usernek ezt, vagy nem. Most amiatt, hogy ezt így csinálta, hogyha én egy olyan session cookie-t állítok össze, amiben ilyen XML dolgokat írok, tehát olyasmiket írok bele, mint amik itt hátrébb vannak, akkor rá tudom venni ezt az egészet arra, hogy elküldjön egy értelmes XML-t, amiben más van. Tehát más resource van, mert a resource az, amivel én foglalkozni akarok, tehát mondjuk átutalni akarok mondjuk, akkor a resource, az a, mondjuk az én számlám, vagy a művelet, mindegy, hogy ez pontosan mit jelent, és rá tudom benne, hogy egy olyan XML-t állítson össze, aminek teljesen más a jelentése, tehát egy másik resource-ra vonatkozik, egy olyan, amihez nekem jogom van.
és miközben ugye más csináltam. És ez nem kellett más tennem, mint hogy az egyébként érvényes kukimmal, tehát hogy be vagyok lépve, van egy érvényes kukim, a mögé odaörök ilyen XML dolgokat ügyesen, és akkor jó. Na most az, hogy ez kihasználható-e vagy nem, azt nem annyira tudjuk, mert amikor... Tehát először gondolkodtam rajta 10 percet, és arra jutottam, hogy nem lehet ezt kihasználni, mert elolvastam, hogy a szerveren hogyan parszolják föl ezt az XML-t, és az nem mindegy. És amiatt, amit láttam, úgy gondoltam, hogy hát ezt igazából ezt nem lehet kihasználni. De aztán, mivel előadásra jöttem, még egy 5 percet gondolkodtam, és mondom, de mégiscsak lehet, hogy ezt ki lehet használni. Most ezen a véleményen vagyok, de az egyértelmű, hogy ez a 15 perc ez kidobott idő lett volna, ha most nem mondtam volna el, hogyha kódauditot csinálunk, akkor ezt a 15 percet egy IR-nél nem szabad rászánni. Ezt látod, azt mondod, pirossal aláhúzod és mész tovább. Tehát ilyen nem lehet egy kódban. Az a baj, nem tudom, hogy állunk az idővel. Tud valaki segíteni? Jó, akkor tovább megyek. Ez a példa egy szerepel a kis papíron, ami nálatok van, a workshopon, amit tartani fogok hasonló címmel, annak a beharangozójában, majd ott meg tudjuk beszélni, az egy tipikus egy olyan példa, amit nagyon nehéz black box módszerekkel megtalálni, hogyha valaki minden részletét el tudja mondani, akkor megkapja a YubiKeyt majd, ami most nálam maradt. Tehát érdemes eljönni a workshopra, és nem lesz ennyire bonyolult, sokkal egyszerűbb lesz, és Pythonban fogunk dolgozni. A harmadik irány az, amikor megpróbáljuk a minőséget biztosítani, tehát visszatérünk oda, amit a legelején mutattam, de most már azzal az igénnyel, hogy a biztonság jobb legyen. Tehát, hogy a fejlesztési ciklusba tegyünk bele code review-t úgy, hogy attól a biztonság tényleg jobb legyen. És hogy hogyan csináljuk ezt, tehát lényegében úgy, ahogyan a Chromium-nál láttuk, hogy már úgyis vannak code review tevékenységünk, tehát minden kódot elolvasunk, mielőtt belekerül, mert ettől lesz jó a minőség. De hogyha felkészítjük a fejlesztőket arra, hogy tehát képbe vannak a biztonsággal, arról beszélünk, hogy mik a sérülékenységek, mindenkinek a fejében, hogy ezzel foglalkozni kell, akkor automatikusan ez átalakul egy biztonsági code review-vá. Igen, a fontos dolog, hogy amikor megtalálunk egy sérülékenységet, akkor az esemény a fontos, hogy ez bekerült a kódba, hanem az, hogy megtaláltuk. Mindig kerülnek be sérülékenységek, akármi ügyesek is a fejlesztőink. Nem az a lényeg, hogy most a Józsi belerakta ezt a problémát, hanem az, hogy megtaláltuk, mielőtt az élesbe ment volna. Tehát ez fontos, hogy így álljunk a dolgokhoz. Mert megkülönben ugye az lesz, hogy nem szeretjük egymást, mert mindig piszkálsz, hogy ebből sérülékenység lesz. Ugyanakkor azt persze nem lehet gondolni, hogy ha attól, hogy megtanítottuk a fejlesztőinket arra, hogy mi a biztonság, úgy nagyjából ők még nem lesznek profik, nem fognak mindent megtalálni, mert ugye nekik nem ez a dolguk. Tehát ami igazán fontos rész az alkalmazásban, aminek nagyobb a rizikója, azt azért el kell küldeni egy auditra is. Jó, hogyha használunk eszközöket, akkor azok nyilván adatokat is fognak generálni, és gyönyörű metrikáink lehetnek, ami mindig csodálatos. Például megnézhetjük azt, hogy hány sort olvasunk el egy óra alatt. Hogyha ez véletlenül 400 fölé megy, akkor bajba vagyunk, ne menjen 400 fölé, mert akkor túl sokat olvasunk, vagy túl gyorsan olvasunk, és nem fogjuk megtalálni. Tehát 400 fölött ez már nagyon durván lecsökken. A másik, hogy óránként hányat találunk, illetve az is, hogy 1000 soronként hányat találunk. Ezek tulajdonképpen eléggé összefüggnek. És nagyon keveset mondanak arról, hogy milyen a kód minősége, sokkal többet arról, hogy milyen a review minősége. Persze a kód minőségéről is lehet metrikákat gyűjteni, és itt jön a képbe a statikus analízis, tehát az, ami még auditálásra gyakorlatilag használhatatlan volt, az itt nagyon erőssé válik, és nincsen semmi más különbség, mint hogy időben kezdjük el használni. Tehát amikor én elkezdem írni a programot, vannak valami rossz szokásaim, olyanok, mint amit ugye láttunk, hogy nem jól használom a típusokat, és hogyha erre elég hamar ráfuthatunk egy statikus analizátort, és az tudja, hogy mit kell figyelni, tehát nyilván beállítottuk, hogy mi mit szeretnénk, hogy miket figyeljen, akkor szól nekem, és mondjuk 5 ilyen példányt talál, akkor én így húzom a számot, de 5 helyen azt kijavítom. Miután kijutottam 5 helyen, és tudom, hogy ezt valaki még egyszer le fogja futtatni egy hónap múlva, vagy lehet, hogy már holnap, akkor nem fogok többé ilyet beírni.
tehát megtanít engem arra, hogy hogyan kell programozni. És ebben nagyon erősek a statikus analizátok, akkor, hogyha jól használjuk őket. De időben kell, mert ugye különben olyan sok találat lesz, hogy használhatatlan. És ők természetesen mondanak aztán arról metrikákat, hogy akkor egyes típusú problémákból hány van, meg ilyesmi, de az már, tehát már tüzet sem lehet oltani. Tehát hiába tudjuk ezt később már, attól még nem lehet kijavítani, hogyha 5000 helyen előfordul valami. Igen, tehát természetesen kell, hogy tudjuk azt, hogy mihez tartsák magukat a fejlesztőink. Vannak ilyen kódexek, minden platformhoz van kódex, és ezek nem biztos, hogy egy az egyben átültethetők, egy kicsit kell finomítani ezt, vagy magunk csináljuk meg, vagy megkérünk egy szakértőt, aki ahhoz ért, hogy a mi területünket, amivel mi foglalkozunk, pontosan mi a fontos, de utána is még kell ezt finomítanunk. Megint egy példa. Most ebben nem megyünk olyan nagyon bele, ez is egy zero day volt a nyárról, ezzel malware telepítettek, tehát ez egy Java kód, egy applet ennek a kódnak a segítségével be tudott tölteni egy olyan osztályt, amit nem lett volna szabad neki, és hát ugye miért, az tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy miért, ami a lényeg, borzasztó bonyolult egyébként, hogy miért is, de ami a lényeg, hogy ilyet nem szabad írni, mindegy, hogy miért nem. Ebből van a probléma, de ezt nem biztos, egy fejlesztő kiszúrja, bár egyébként bele van írva konkrétan az Oracle-nek a hivatalos Java fejlesztői kódexébe, hogy egy Java API-ban ilyen nem lett, mert ez a Java API-ban van ugye benne, ez okozza a dolgot, egy trusted osztályban, és hogyha egy trusted osztályban ilyet írunk, és ide eljut a vezérlés, akkor is, hogyha egy appletből hívtunk ide, akkor az osztály be fog töltődni. Mi a baj? Az, hogy itt van ez. Tehát, hogy megpróbálkozunk betölteni az osztályt úgy, ahogyan kéne, és hogyha kiderül, hogy annak, aki ezt megpróbálta, nincsen ehhez joga, ugye kapunk egy nagy security kivételt, akkor betöltjük neki másként. Úgy, ahogyan már biztosan sikerülni fog. Tehát ugye valaki ezt írta, és ez nagyon akart, hogy ez működjön. Már volt itt egy hiba, Internet Explorerben nem ment, már bejelentették, és akkor nem baj, megírtam úgy, hogy ez most már atom biztos, ez aztán már úgy betölti ezt az osztályt, hogy az csuda. És tényleg betölti, és akkor a malware meg fölmegy. Másik példám, ugyanez, csak itt nincsen sérülékenység, ez egy üzleti alkalmazásban van, nem tudjuk, hogy mi a baj. Csak azt tudjuk, hogy ilyet nem csinálunk. Tehát ez egy kísérlet, és ugye ez a szó, ez nem egyeztethető össze a biztonsággal, azt gondolom. Nem kísérletezünk, itt valaki nagyon unatkozott, egy Java fejlesztő, és szerette volna, hogy izgalmasabb legyen az élete, hogy jobban haladjunk, és van egy ilyen literate programming nevű koncepció, ami arról szól, hogy egy ilyen nagy könyvet, ezeket a Knuttól származik, aki ugye híres arc a fejlesztésben, a moduláris programozást is tulajdonképpen ő hirdette talán meg. Írunk egy nagyon nagy fájlt, és akkor abból legenerálódnak majd a források, és az jó lesz. És használunk egy eszközt, amit csak én használok, mert ugye ezt egyedül kezdte el valaki csinálni, senki más a projektből ezt nem érti. Miért tudta ezt megtenni? Azért, mert ez egy szeparát része ennek a projektnek, mégpedig az, aminek az a neve, hogy kriptó. Ez ugyanis egy kriptográfiai segédkönyvtár, aminek az volt a dolga, hogy titkosítson adatokat ennek az alkalmazásnak. Ugye mivel ez egy ilyen szeparát van, úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy kísérletezzünk, és rábízta a kriptográfiai részt egy eszközre, amit ő se ismert, és rajta kívül senkit nem is érdekelt a projektben. Ugye ez az, amire a Microsoft Azure azt mondja, hogy csak elfogadott eszközöket használunk. Nincsen olyan, hogy előhúzunk egy eszközt és elkezdjük használni, anélkül, hogy előtte megnéztük volna és elfogadtuk volna, hogy igen, erre tényleg szükségünk van. Igen, és akkor készen is vagyok, nem tudom az idővel, hogy vagyok. Le is telt, jó, hogyha kérdés van, akkor örömmel válaszolok. Ha pedig nem, akkor köszönöm szépen. Thank you.